Én Gulyás Tibor vagyok, Tibber néven futok leginkább, és a Passable Games-nél dolgozom, mint vezető játékfejlesztő, és az egyik legutóbbi és talán az egyik legsikeresebbnek is mondható projektünkről fogok beszélni, ami az Adventures of Poco Echo Lost Sounds néven fut. Ez egy point and click kalandjáték, ami leginkább a látványvilágra és a zenére épül, és tulajdonképpen az egész egy koprodukció eredményeként született meg. Egy Young nevű underground zenésszel működtünk együtt, és magával a játékkal tulajdonképpen egy album is jár. Ez eléggé egy ilyen újító dolog. De itt valójában sokkal inkább a technikai részletekről fogok én beszélni, és arra fogok kitérni, hogy hogy is néz ki egy ilyen zeneközpontú és vizuál központú point and click kalandjáték. Egyébként Unity 3D platformon fejlesztettük a játékot, és legelőször is a pályák felépítésére próbálok meg nagyon röviden kitérni. Ez a Glass Hills nevű pályánk, ami a játék közepe felé található, tehát a komplexitását azt nagyjából ebben a kontextusban lehet értelmezni. Ez, ami most a képen látható, ez gyakorlatilag a kész pálya. Mindennel felszetapolva, amit most pedig le fogok bontani szintekre. Itt látható az, hogy épül fel a pálya vizuálisan. A bal felső kép az azt mutatja, hogy néznek ki a játékmenet szempontjából releváns elemek önmagukban minden másfajta sallang nélkül. A jobb felső képen látjuk azt, hogy amikor már ráhúzzuk egy ilyen alapkörnyezetet, egy talajt végül is, és az alsó két képen pedig a dekorációnak két fázisát láthatjuk, és ugye gyakorlatilag a jobb alsó kép az már lehet azt mondani, hogy identikus ezzel gyakorlatilag. Ami egy igazán érdekes technikai aspektusa volt a projektnek, az a gráf alapú útkeresés. Itt láthatjuk ennek az alapját, ez gyakorlatilag ugyanez a pálya. Tehát ha azt a képet megnézzük és levesszük szépen a modelleket, a meseket, akkor marad ez a gráf. Láthatjuk, hogy itt vannak izolált pontok, illetve szigetek, amik úgy állnak össze végül is gráffá, hogy ezek a pontok, vagyis ezek a mesek elfordulnak, összeérnek, és amikor ezek a kis pöttyök, minden fehér pötty körül szürke pöttyök vannak, amikor ezek összeérnek, akkor állnak össze végül is a pöttyök gráfokká. És ezeket a gráfokat úgymond bejárva egyébként egy átcsillag kereséssel találjuk meg az utat, amin a karakterünk mozogni fog. Ami még érdekes ebből a szempontból, azok a kameratriggerek. Ezen a képen láthatjátok a különböző kamerákat, egyébként darabszámra is több van egy pályán is, és ezek között váltogatunk dinamikusan, méghozzá úgy, hogy amikor a játékos belép ezekbe a narancssárga dobozokba a karakterével, akkor egy adott kamerára váltunk, amik egyébként különbözőek lehetnek gyakorlatilag minden szempontból, akár poszt-effektek szempontjából, akár látószög, akár pedig minden más szempontból. És ez is egy központi elemévé vált a játéknak a fejlesztés során, hogy különböző kameraszögekből egy filmszerű élményt tudunk visszaadni gyakorlatilag minden pályán. Ez még egy elég érdekes metszete ugyanennek a pályának. Ez gyakorlatilag az összes esemény önmagában, ami bekövetkezhet a pályán és a köztük lévő kapcsolat. Ami egy nagyon erősen központi eleme a játéknak, és egyébként ez egy eléggé újító szemlélet is, hogy amit csinálunk a pályán és amikor előre haladunk, akkor azt a zene reflektálja. És ezt mi igyekeztünk maximálisan kihasználni, ugye főleg amiatt, hogy egy külön profi zeneszerző is dolgozott a játékon, aki gyakorlatilag az albumát adta mellé, és ezt mindenképp szerettük volna kihasználni. Ez a legnagyobb pályán, Geyser Creeks az a neve. Így néz ki a kész pálya tulajdonképpen. Itt gyakorlatilag a sok wireframe között, ami érdekes, az ezek a gömbök, illetve gömbhéjak, amik a zeneforrást jelölik, és ezek a sárga vonalak, amik pedig a különböző eseményeket
mutatják, amik a zene megváltozásával járnak. Mit jelent ez, hogy zene megváltozása? Gyakorlatilag minden pályán egy darab track van, és ez az egy darab track viszont úgy lett felépítve, hogy különböző loopokból álljon. Ez azt jelenti, hogy mondjuk az első loop az egy teljesen egyszerű, mondjuk egy cintányérral ütögetnek, és még mondjuk egy triangulummal. A következő az már némileg bonyolultabb, és így épül fel végül is az egész zene, de gyakorlatilag minden loop önmagában értelmezve is egy élvezhető zenei élményt ad át. És így néz ki gyakorlatilag, ha párhuzamosan lebontjuk ezeket a loopokat, és ahogy a játékos bejárja a pályát, gyakorlatilag ő maga rakja össze a zenét. Ezt itt láthatjuk, hogy mondjuk egy játékos ezt az eseményt nyomja el először, ezt triggereli, akkor megváltozik a zene, majd utána ezt, és így ahogy látjátok, így összejön egy teljesen egyedi track. A következő lehetőség, hogy mondjuk ő ezt az eseményt triggereli el először, mert így járta be a pályát, akkor láthatjátok, hogy egy másik zeneszám jön ki gyakorlatilag. Viszont technikailag nem váltogathatjuk úgy a zenét, ahogy szeretnénk, mivel csak a loopok végén lehet vállalható módon megváltoztatni a zenét. Szerintem egyértelmű okokból crossfade-elni próbáltunk, nem jött össze, illetve nem volt élvezhető és vállalható. Itt a sárga függőleges vonalak azt mutatják, hogy az idővonalon mikor várhatunk zenét. Elég egyértelmű, ezt nem is magyarázom túl, viszont a piros vonalak itt pedig azt jelentik, hogy a játékos valamilyen eventet, valamilyen eseményt ért el a pályán, illetve triggerelt, és közvetlenül az ezután következő váltási ponton fogjuk váltani a zenét a piros vonalnak, tehát az eseménynek megfelelő loopra. Ami még egy központi eleme a játéknak, az itt a mi esetünkben érdekes módon nem is annyira a játékmenet, hanem sokkal inkább a vizuál. Úgyhogy én erről szeretnék még beszélni a zene mellett, nagyon gyorsan. Úgy nézünk ki, hogy legelső körben egy pályára, ugye összeraktuk a modelleket, a meseket, textúra nélkül, és rácsaptunk egy irányfényt, egy irányjal rendelkező fényforrást. Majd rácsavartuk a ködöt, aminek ugye van színe, van sűrűsége, van egy adott függvény, ami szerint növekszik a távolban. A következő lépés az a textúrákkal való ellátása a modelleknek, és ahogy így megyünk majd végig ezeken a képeken, látjátok, az úgymond ez egyfajta evolúciója a vizuálnak és a pályának. A következő lépés, hogy magát ezt a pályát lelightmappeljük, lightmappet sütünk rá, ami azt jelenti nagyon-nagyon dióhéjban, hogy nem valós időben számoljuk a megvilágítás hatását a környezetre, hanem egy előre futtatott folyamat során, egy bék folyamat során ezt egy textúrába sütjük végül is, és ezt húzzuk rá utána a környezetre. Egy vignett post-effekttel is ellátjuk a játékot, majd egy loot-tal. Ezt nem tudom, hogy kinek ismerős ez a loot kifejezés, nagyon érdekes erre egy mondatig kitérni. Gyakorlatilag azt csináljuk, hogy kimentünk egy képet a játékból, tulajdonképpen egy screenshotot. Gyakorlatilag az Photoshopban olyan színűre színezzük, ami erre mi szeretnénk, amilyen vizuális hatást el szeretnénk kérni, és különböző mágiák során ebből keletkezik nekünk egyfajta textúra, amit aztán egy loot nevű post-effekt fel tud használni, és gyakorlatilag a színvilágot gyökeresen meg tudjuk változtatni. Ez a loot, ez maszkolható is. Itt látható, hogy light shifteket húztunk be gyakorlatilag a játékban annak segítségével, hogy itt húztunk egy loot maszkot, idáig tartanak a light shiftek, ezután nem. Hogyha megnézitek a két kép közötti különbséget, elég szembetűnő a hangulati változás. És a legutolsó lépés, hogy erre a vizuálra még ráhúzunk egy glow effektet is, amivel pedig a fontos játékmechanizmusokat tudjuk kiemelni. Nálunk ilyen például a LED bug, aki segít a játékosnak eligazodni a pályákon. És így nagyjából ennyi voltam. Köszönöm szépen a figyelmet, és a kérdéseket pedig várjuk. Most az a helyzet, hogy úgy néz ki, ma minden előadónak sikerül
borzasztóan túllépni a keretet. Egy kérdés. Lehet több kérdés? Köszönjük! Ja, és azt nem mondtam, hogy egyébként hoztam két példányt iPad-ekből, és ki lehet próbálni majd a játékot, hogy hogy is néz ki ez gyakorlatban. Meg akartam mutatni kis videót is belőle, de időhiányában ez nem fog megtörténni most szerintem. Majd kérdésem, tudnám mutatni videót? Abszolút. Nem ilyen, bocs, csalás. Milyen tanulóan az egyébként? Jelen pillanatban iOS-ra adtuk még ki, viszont most készül az Android verzió, ami körülbelül olyan jövő héten fog elstartolni, és egyébként ez egy fizetett játék, 3 euróba kerül, illetve 3,5 dollárba. Á, és elindult a videó közben. Nagyjából így néz ki a játék működés közben. Ez egyébként egy YouTube gameplay videó, de mondom, van nálam két kütyű, úgyhogy ki lehet majd próbálni. Ott egy kérdés. Említetted, hogy a játék mellett nem annyira fontos ebben a játékban, de most sokat játszott a pointnetünket, és kizárólag a történetért. Tehát ugye te neked a személyes álláspont, hogy a technikai vezető, vagy a játék nem elejé? Mondjuk egy fontos kérdés lenne a 3 euró után. Alapvetően a játéknak nem ez a lényege. Igen, tehát itt az utóbbi verzió, ez nem az én álláspontom, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy hosszas vívódások után én már egyet értek vele. Mivel úgy néz ki, hogy ez működik, és bár nem is az én kategóriám, ugyanúgy, ahogy szerintem talán a tiéd sem, de gyakorlatilag ez egy audiovizuális kalandnak, illetve egy interaktív filmnek nevezhető sokkal inkább, mint egy klasszikus értelemben vett játéknak. És ez nem is titok. Nagyon-nagyon sokan hasonlítgatnak minket a Monument Valley-hez. Én azt mondanám, hogy ez nem izometrikus, első és fontos különbség, viszont valóban nagyon hasonló. Én azt mondanám, hogy nálunk hangsúlyosabb a zene, viszont a puzzle-ök, illetve rejtvények azok nem annyira hangsúlyosak, mint a Monument Valley-hez. Mások, én inkább azt mondanám, de ha választanom kéne, azt mondanám, hogy könnyebbek egyébként. És sokkal fontosabb a zene, mint ott. Hát aki még nem játszott vele, annak olyan 2,5 óra körülbelül, elejétől a végéig. Utolsó. Nem ér el a az egy ilyen audiovizuális élmény igazából, ez releváns azoknak, akik esetleg szív a füvet. Nagyon jó a kérdés, és egyébként az a durva, hogy a legtöbb letöltésünk Hollandiából származik. És ez igaz. Úgyhogy nagyon fején találtad a szöget, mondjuk úgy. Köszönöm szépen! És akkor, hogyha Robi leveszi a videót, igen, egy előadás van hátra, 2015-ös év a Meetup történetében, az, amikor söpfőzésről beszélünk szinte folyamatosan. És nem kapunk, nem, ezt nem mondjuk, hogy nem kapunk söröket, tök meg szoktuk venni magunknak a söröket a végén. Rózs Zoltán következik, hogyha a Use This oldalt ismeritek, akkor az egyik legizgalmasabb dolog, amit ott lehet